Jelentősen változhat a munkatörvénykönyv. Az országos szakszervezeti törvényjavaslatát a múlt héten hallgatólagosan megszavazta a szenátus. Ha a képviselőház elfogadja, változások állnak be a munkaszerződésben és a szabadság idejét illetően. A 2011-ben módosított munkatörvénykönyv alkalmával az országos szakszervezeti tömb számos jogát elvesztette. Többek között, ami a meghatározott idejű munkaszerződést illeti, vagy a kollektív munkaszerződés nem nemzeti szinten való megtárgyalásának jogát. Ez csupán egy pár olyan módosítás, ami akkor nagy problémát okozott nekünk, mint a kapcsolódó tárgyalások. A nemzeti kollektív munkaszerződés lehetőséget adott a vállalatoknak, hogy egy standard keretből induljanak. Az alkalmazottaknak minimális jogaik voltak, de mi erre építeni tudtunk. Most, amióta nincs kollektív munkaszerződés, a vállalatok nulláról indulnak, és biztos hallották sok helyen, a munkaszerződés tárgyalásánál komoly gondok merültek fel. Példának adhatom a Romácát, ahol hónapokig munkaszerződés nélkül dolgoztak. Jelentette már Cser Gyurcse, az országos szakszervezeti tömb Máramaros megyei vezetője. A törvényjavaslat előírása szerint a részmunkaidős foglalkoztatottak szabadsági idejét a ledolgozott munkaidő függvényében számolják, a próbamunkaidő pedig újból 15, valamint 30 napra csökken. A régi munkatörvénykönyvben a próbamunka ideje az egyszerű alkalmazottaknak 15 nap volt, és 30 nap a vezetőállásban lévők számára. Most 90 és 150 napra hozták. 90 nap a munkások részére. Mi azt valljuk, hogy egy munkáltató cég, amikor versenyvizsga alapján alkalmaz valakit, megválogatja, és 15 napon belül utána rájöhet, hogy megfelele az állás követelményeinek, vagy sem. Állítja már Cser Gyurcse, az országos szakszervezeti tömb Máramaros megyei vezetője. A szakszervezetek remélik, hogy törvényjavaslatukat a képviselőház is elfogadja. Törvényjavaslatainkat az országos szakszervezeti tömb a képviselőház elé vitte. Minden javaslat jogos. Főleg, hogy a szenátus elfogadta, így reméljük, hogy el lesz fogadva. Ha nem is az egész. Fontos lenne, hogy egy részük most meg legyenek oldva. Tette hozzá már Cser Gyurcse, az országos szakszervezeti tömb Máramaros megyei vezetője. A javasolt rendelkezések biztosítani fogják a munkavállalók és a munkáltatók közötti egyensúlyt. A munkaügyi kapcsolatok rugalmassábbá válnak, áll a törvényjavaslat indoklásában.